Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi van vele, mi a terve, hogy érzi magát, mit fog tenni, hogy hat rád? Mindezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. A mai napon a Hold eléri Szaturnusz bolygót, és együtt hatnak. A Holdnál érzelmekről van szó, vagy vágyakról, reményekről, álmokról. És Szaturnusz bolygó segít abban, hogy ez kialakuljon. Mert Szaturnusz bolygó azt jelenti, hogy vegyük komolyan ezeket az érzelmeket. A Hold jelenthet anyai témákat is, és Szaturnusz bolygónál előfordulhat, hogy itt vannak korlátozások, vagy az édesanya most nagyon szigorú, konzervatív, ez is lehetséges. Tehát ez az energia most kihat ránk. Mi van vele? A következő kártya utal az ő jelenlegi helyzetére. Itt látható ez a kard, és az szimbolizálja azt, hogy elvágja a félelmeket. Az azt jelenti, átteszi magát a félelmeken és a bizonytalanságokon. Itt alul látható, itt ez a sötét szín, ami utal a félelmekre, és itt felül látható a levegő eleme, ez a könnyűség, ez a madár szimbolizálja a szabadságot is, tehát végre fellélegezhet. Amit ez a kard még jelent, komoly és fontos döntéseket fog hozni. Azon kívül szimbolizálja a levegő elemét, ez a könnyűség, és a kommunikáció. Most megtekintjük az ő gondolatait. Ez a kártya utal a múltra, az ő múltjára, és olyan, mint egy labirintus. És itt is érezhető az, hogy még vannak félelmei, annak ellenére, hogy ő jelenleg átteszi magát a félelmeken. De az lenne fontos, hogy le kellene zárnia a múltat. Jelenleg még sokat gondolkozik, és töpreng ezen, holott nem tesz jót neki. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Nála most döntésekről van szó. Balra vagy jobbra menjen az élet útján. Itt ez a kard szintén a döntésekre utal. Az lehet, hogy lesz itt egy változás, például egy munkahelyi változás, és ebben a helyzetben kell neki döntéseket hozni, melyik irányba tekintsen. De ez a döntés lehet egy párkapcsolat is. Maradjon egyedül, legyen visszahúzódó, vagy legyen melletted, melyik út számára kedvezőbb. És hogy hat ez rád? Mit közöl veled? Ezt mutatják a következő kártyák. Ez a férfi szeret téged, és lesz itt egy szerelmi üzenet, tehát ő közli ezt. Azon kívül itt van a jólét, az anyagiak, az lehet egy nyeremény is, amit ez a kép még jelenthet, hogy ő megajándékoz téged, vagy te vagy egy ajándék számára, hiszen értékes vagy. Jelenti a belső értékeket is.
Szerencse a szerelmi élet területén, szerencse az anyagiakat illetően. Itt még látható három kártya, és az azt fogja mutatni, mi fog történni nála a közeljövőben, amit most még ő nem tud. Egy meglepetés, vagy olyan dolgok, ami olyan hirtelen jön, amire nem számít. Itt látható a bíróság, az lehet egy bírósági ügy, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, jelentheti az igazságot, vagy az igazságtalanságokat. És itt látható egy katona ezen a képen, és ennek is van egy szimbolikus jelentése, utal egy olyan személyre, aki megpróbál parancsolni neki. Az lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy. De előfordulhat az is, hogy a magánéletében valaki diktál neki valamit, parancsolgat, követelőzik. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is, és ez a külső hatás lehet az igazság, hogy itt rendeződik valami, de lehet az igazságtalanság is, ami őt majd elszomorít, mert ez a helyzet őt érinti, hiszen ő látható itt a képen. És ez, ami következik, amire ő még nem számít, de ez fogja őt foglalkoztatni a következő időben. Erre számíthatsz te is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!